Sziasztok! A mai videóban az optikai szálkötések fajtájával fogunk röviden foglalkozni. Optikai szálat kétféleképpen köthetünk, mechanikusan vagy fúziós hegesztéssel. A két technológia nem kiváltója egymásnak, hanem sokkal inkább kiegészítője. Több különböző szempont alapján dönthetjük el, mikor melyik megoldáshoz nyúlunk. Először vizsgáljuk meg a fúziós szálhegesztést. A fúziós hegesztés lényege, hogy egy hegesztőgép segítségével a megfelelően előkészített optikai szálakat pozícionáljuk egymáshoz, majd nagy energiájú elektromos ív segítségével összeolvasztjuk őket egymással. A mechanikus szálkötés lényege a két szál precíz összeillesztése anélkül, hogy fizikailag érintkezzenek egymással. Ehhez egy úgynevezett mechanikus kötőgépre és hozzávaló speciális kötőszemekre lesz szükségünk. A mechanikus kötés egyik speciális alfaja a mechanikus csatlakozó. Ez lényegében egy rövid, száldarabra gyárilag felszerelt optikai csatlakozó, melyet közvetlenül az optikai kábelünkre tudunk felszerelni. Ez a technológia jellemzően ügyfélbekötéseknél lehet hasznunkra. Nézzük meg, minőségükben miben különböznek ezen technológiák. A mechanikus kötés esetén a beiktatásos csillapításunk jellemzően 0,2 és 0,75 decibel között fog ingadozni, a használt kötés típusától és ügyességünktől függően. Ez abból ered, hogy a szálak között nincs fizikai kontakt, hanem egy azonos törésmutatójú gél tölti ki a közöttük lévő apró rést. Egy fúziós hegesztés esetében ez az érték jellemzően 200 decibel körül mozog, aminek köszönhetően adatátviteli hibákra sokkal kevésbé érzékeny hálózatot kapunk. Fontos megjegyeznünk, hogy a két kötés élettartama sem azonos. Egy mechanikus kötésnél számolnunk kell azzal, hogy az említett gél adott esetben, jellemzően kültéri kötések esetében, az évek múlásával kiszáradhat, vagy a szálak elmozdulhatnak egymástól, például folytonos kamionforgalom melletti úton, míg egy fúziós kötés várható élettartama több évtized is lehet. Nézzük a költségeket. Egy fúziós hegesztőkészlet bekerülési költsége jóval magasabb a mechanikus párjáinál, de minél több költést vetítjük le, annál kifizetődőbb a technológia. A mechanikus kötéshez szükséges, úgynevezett mechanikus szálkötőgép ára töredéke egy hegesztőnek, viszont a minden kötéshez szükséges kötőelem egységára jóval magasabb egy fúziós hegesztésénél. Összességében elmondhatjuk, hogy mindegyik technológiának megvan a létjogosultsága egy hálózat építésében. Nagy szálszámok kötésére, jellemzően gerinc és lepedő hálózatoknál egyértelműen a fúziós hegesztés a megfelelő választás mind költség, mind minőség szempontjából. Egy-egy szál kötésénél, jellemzően ügyfeleknél a mechanikus kötés jó választás lehet, mivel az olcsó eszközzel sok technikusunkat felszerelhetjük, akik adott esetben hibaelhárításhoz is riaszthatók. Köszönjük a figyelmet! Ha bármelyik érintett témát szeretnétek, hogy mélyebben kifejtsük, kérlek jelezzétek felénk! Ne felejtsétek el feliratkozni csatornánkra és kattintsatok a kis harangikonra, hogy értesítést kapjatok újabb videóinkról. Sziasztok!